Nem várt könnyű összecsapás a kövesdi kézilabdázókra október 30-án, hiszen a tehetséges fiatalok egyre markánsabb teljesítményt nyújtanak a bajnokságban. A szoros vereségek mellett a Pler csapatát legyőzték, míg Orosházán értékes 27-27-es döntetlent értek el. Az összecsapás első gólját együttesünk szerezte, de a látogatók zsinorban 4 góllal válaszoltak a kövesdi találatra, így a 8. percben 4-1-es vendégvezetés állt az eredményezőn. Ezt követően dobóik összekapták magukat, és alig több mint egy perc alatt kiegyenlítettek. Ezután pár percig együtt haladtak a csapatok, majd a 17. percben a fiatalok 2 gyors góllal 11-8-ra elléptek. Az MKC elül és hátul is sok hibával játszott, így a 3 gólos különbség egészen a szünetig megmaradt. A juniorok 18-15-re vezettek az első félidő után. Fordulást követően a 38. percig nem változott jelentősen a játék képe, majd az MKC teljesítménye jelentősen visszaesett. Dobóik elsősorban védekezésben halmozták a hibákat, szinte minden vendégakció góllal zárult. A juniorok a 42. percben 27-21-re, míg 10 perccel a lefújás előtt, Szejt találata után már 34-24-re vezettek. Együttesünk a mérkőzés záró részében faragott valamelyest a tetemes hátrányából, de a 2 pont sorsa ekkora már eldőlt. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy hazai oldalon Trivković a 44. percben, míg a vendégeknél Bánhidi az 54. percben kapta meg a 3. 2 perces büntetését, így mindkét játékos számára hamarabb ért véget az összecsapás. A végeredmény Mezőkövesdi KC Provident Junior válogatott 32-38. Kézilabdázóink a vereség miatt visszacsúsztak a tabella 12. helyére 5 ponttal. Az MKC előtt álló Vác és a junior válogatott szintén 5 pontos, míg a Győr, valamint az Orosháza egyaránt 6-6 egységgel rendelkezik. Csapatunk másfél hetes szünetet követően legközelebb a PIK Szegedet látja vendégül Mezőkövesden november 9-én szombaton 18 órakor. Kézilabdázóink a bajnoki mérkőzés előtt a Magyar Kupában is bemutatkoznak. A Königtréd Balmazújvárosi KK Mezőkövesdi KC kupa találkozó november 5-én kedden 18 órakor kezdődik a Hajdúsági Városban.